Mezőkövesd adott otthont a kárpát-medencei fiatal vállalkozók találkozójának. A nagyváradi Kovács Boróka gyógytornászattal foglalkozik, vállalkozásában jelenleg egyedül tevékenykedik. Azért érkezett a mezőkövesdi rendezvényre, hogy minél több ismeretet szerezzen arról, hogyan tudná fejleszteni a vállalkozását. Számomra nagyon hasznos azért, mert úgy érzem, hogy nekem pont ezek a tudások hiányoznak, ami mondjuk ahhoz szükséges, hogy egy jó vállalkozó lehessek, mert lehet, hogy szakmailag felkészült vagyok és képzett sok szinten, de viszont a vállalkozói a munkakörhöz kapcsolódó tudások viszont hiányosak. Ami a vállalkozás építést illeti, meg a biznisz részét, ebben nagy segítséget nyújt mindenképp. Természetesen Vajdaságból is érkeztek fiatal vállalkozók. Az óbecsei Jovánovics Dániel nagyszülei gyümölcsösét virágoztatta fel. Dániel főleg epret és cseresznyét termel a környező piacokra, de más termékeket is készít a gyümölcsökből. Van egy fővállalkozásom és egy mellékvállalkozásom. A fővállalkozásom az a farkaskertészet, ahol gyümölcstermesztéssel és gyümölcsfeldolgozással foglalkozunk. Ezen belül cseresznye és földi eper termesztés, ha minden igaz, idén bővülni fog meggyel is. Ez friss formájában nagy részét értékesítsük, és egy kisebb részét megfeldolgozzuk gyümölcsbornak vagy gyümölcsleveknek. A mellékvállalkozásot, amit én tekintek, az az Oromi Malom Fesztivál, ami olyan célból született meg, hogy a vajdasági magyar fiataloknak felpezsdítse egy kicsit a kulturális életét. Guzsvány Szilveszter Zentáról érkezett a mezőkövesdi találkozóra. A vajdasági vállalkozó szódakészítéssel foglalkozik, 5 éve alapított cége folyamatosan növekszik. Mint mondta, érdemes részt venni a Kárpát-medencei fiatal vállalkozók találkozóján, hiszen számos olyan előadáson vehet részt, amely vállalkozása töretlen fejlődésében nyújthat segítséget. Nem gondolom azt, hogy csak az anyagi támogatásra van szükség Vajdaságban is a vállalkozóknak, akár a könnyedén induló vállalkozók, vagy a nulláról induló vállalkozóknak. Szükség van a szinapszisok kicsit kitágítására ahhoz, hogy igazán jól tudjon valaki dolgozni, és látni kell egy kicsit többet. Itt pedig az oktatók azok kiválóak, a munka az nagyon eredményes, és akár több hétig, mikor hazamegy az ember egy ilyen képzésre, akkor tud gondolkodni azon, hogy milyen okosságokat hallott. A Kárpát-medencei fiatal vállalkozók találkozóját Potápi Árpád János nyitotta meg. Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédében hangsúlyozta, a külhoni magyar közösségek megerősítésében kulcsfontosságú szerepet játszanak a Kárpát-medencei magyar vállalkozások. Ezeknek a találkozóknak a célja többes, elsősorban a kapcsolatépítés, a kapcsolati hálónak a megteremtése a fontos cél. Az elmúlt évek pályázatai, gazdasági lehetőségei talán hozzájárultak ahhoz, hogy egyre inkább gazdasági szempontból is egy egységes Kárpát-medencei térről tudjunk beszélni. A Kárpát-medencéből érkezett magyar fiatal vállalkozók a Magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság által szervezett rendezvény 3 napja alatt különböző üzletfejlesztési előadásokon, mentorprogramokon, illetve műhely munkákon vehettek részt. A Pannon RTV-t Herceg Zsolt tudósította Mezőkövesdről.